Tisztelettel köszöntöm az Absz Televízió nézőit. Ismét jelentkezünk tőle, hogy milyen munkák és felújítások történtek idén nyáron, tavasztól, nyári végéig itt a településen. Azt gondolom, hogy itt már jártunk itt az idős nappali otthon udvarán, illetve bent az épületben is. Itt ez a főutca 8, amely újra megnyithatott a járvány lecsengése után. Most azért kezdjük itt ezt a riportot, hiszen most már látszik, hogy igazából belakták az idősek is, illetve a világosítás, gyönyörű lett az udvar, illetve le is van aszfaltozva, most már elkészült a kapu is, újra lett festve, úgyhogy igazából ez az épület most már készen van, még a végső átadásra várunk majd a pályázat szempontjából, illetve még szeretném megemlíteni egy a felújítások során megtalált kútnak a felújítása is megtörtént. Köszönjük szépen Hegedűs Gyula képviselő úrnak és a két vállalkozónak, Molnár Tamásnak és Németh Dezsőnek a segítséget. Nagyszerűen illik a környezetben, és a Gál József által építetett kút ismét régi pompájában mutatkozik itt, amelyről majd későbbiekben nyilván itt az udvarnak, illetve a kis kertnek a locsolása is megoldódik majd. Egyelőre itt ezzel az udvaron ennyit tudok mondani, majd később megyünk tovább következő helyszínekre. Nos, következő helyszínünk a József utca és Rózsa utcai útfelújítás, illetve kicsit később, következő hetekben a járda is megújul. Ezt már többször nyilatkoztam, hogy a Magyar Falu program keretében út és járda felújításra nyertünk 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást. Ebből a pénzből, illetve ennek a pénznek a felhasználásával új aszfaltburkolatot kapott a József utca teljesen a végéig, illetve a Rózsa utca is, mint látható, teljesen megújult, aknafederek szintbe lettek emelve, patka el lett készítve, illetve a csapadékvíz elvezetés is kompletten elkészült, amely viszont az önkormányzat saját forrásából mintegy 6-7 millió forint beruházással készültek el a folyókák és a különböző átereszeknek az elhelyezése. A Rózsa utca elején az Árpád utcai keresztülésben található áteresz is hamarosan teljesen meg fog újulni, ez teljesen szét lesz szedve, ki lesz szélesítve, és új áteresztő lesz, illetve víznyelő lesz benne elhelyezve, ez is valószínűleg még ebben a hónapban kivitelezésre kerül. Akkor látszik itt a József utca végén már, hogy a 50 cm-es folyókákkal a hegyről lejövő csapadékvizet az út egyik oldalán próbáljuk meg elvezetni, illetve az ingatlanokról kifolyó vizet, mint látható, belevezetjük ebbe a folyókába, amely végig lemegy a templom felé, és így nem az úton, illetve a környező utcákban fog folyni teljes éleszékében egy nagyobb villám esőzésnél a nagy mennyiségű csapadékvíz. Bízom benne, hogy a tervező által kiírt és műszakilag előírt árokelemek, illetve átereszeknek a méretezése megfelelő lesz egy nagyobb csapadéknak az elvezetéséhez. Mint látható, ahol engedi az útnak a szélessége, illetve ennek az utcának a szélessége, a volt járda is hamarosan megújul, hiszen ez is benne van a pályázati költségekben. És mint előkészítés már megtörtént, és a következő hetekben a járda felújítása is elkészül, illetve a kapubejárók, ahol bontással jártak, ott is a jövő héten az aszfaltozással, ott is megfelelő bejárat lesz kialakítva, illetve a kapubejáróknál a folyókák le lesznek fedve egy erős vaslemezzel. Thank you.
Következő helyszínünk a főút 41 szám alatt található épület együttes, amelyet mindenki tudja, három lakásból áll. Ebben jelenleg egy lakóval, egy lakásban, kettő üresen áll. Most, amiben vagyunk éppen, ez egy többszobás szolgálati lakás, amelynek a felújítására szintén 6 millió forintot nyertünk a Magyar Faluk program keretében. Mint látható, most már szinte 90%-ban elkészült ez a lakás. Még a szalagparkettát kell letennünk, és akkor a fűtés, villany, festés, mázolás, burkolás teljes mértékben megújult. Sokáig ez csak egy lomtárként volt használva az önkormányzatnak, amelyet most sikerült teljes mértékben felújítani. És mivel szolgálati lakásról van szó, így a pályázat kiírásban benne van, hogy köztisztviselő, közalkalmazott, óvónő, orvos, tanár, védőnő, tehát akik a közszférában dolgoznak, azoknak lehet ezekbe a lakásokba beköltözni. Ez a pályázati kiírásnak egyik feltétele volt. Úgyhogy amikor elkészülés lesz, alkalmas lakója, illetve jön egy olyan új dolgozónk, aki lakás igénye is van, akkor egy teljesen felújított lakást tudunk neki részére biztosítani. Illetve ugyanebben az épületben található még egy kis másfél szobás lakás, amelyre most fogunk beadni augusztus végéig egy ismét egy szolgálati lakás felújítására szóló pályázatot, amelyet le terveim szerint mintegy 5 millió forintot tudnánk nyerni. Ez szintén nyilászáró, fűtés, fürdőszoba felújítás, burkolás, festésről fog szólni, és hogyha ez is sikerülne megvalósítani még ebben az évben, akkor az egész főút 41 szám alatt levő ingatlanban található szolgálati lakások teljes mértékben fel lesznek újítva. Mint látható itt ebben a hármas épület együttesben a középső ingatlan, ugye lakás már közel 2 éve megüresedett, ez is kicsit lepukkant állapotban van. Most erre szeretnénk beadni augusztus végéig szintén a szolgálati lakás pályázatot, mintegy 5 millió forint értékben, amelyben szintén ennél a lakásnál is megjulnának a nyilászárok, fűtés, korszerűsítés, festés, burkolás, fürdőszoba felújítás történne meg ebből a pénzből. Történt még néhány apró, de szerintem fontos dolog a településen. Például az egyik azok közül az, hogy elkezdtük megújítani a közvilágításnak a mikétjét is, tehát energiatakarékos LED fényforrások lettek felszerelve. Immáron 4 trafó körzetben, ami azt jelenti, hogy közel 180 lámpát sikerült lecserélnünk, amelyek 15, 25, illetve 40 wattosak. Ez a forgalomtól függően tervezte be a tervező, hogy hová milyen teljesítményű lámpák kerüljenek. Ez jelentős energiamegtakarítást jelent a településnek, ami azt jelenti, hogy így kevesebbet is fogunk fizetni a közvilágítási áramszámláért. Már csak azért is, mert egyrészt a LED fényforrások lényegesen kevesebbet fogyasztanak, másrészt pedig minden egyes 7 trafóállomáson a településen, mind a 7 trafóállomás most már saját mérőórával rendelkezik, tehát valóban a mért fogyasztást fogjuk fizetni most már, illetve ha az összes lámpánk le lesz cserélve, akkor az üzemeltetési szerződést is fel tudjuk bontani az émásszal, ez szintén azt jelenti, hogy havonta több mint 100 000 forintot tudunk megspórolni a villanyszámlából, és így abban bízom, hogy egy 5-6 év alatt megtérül ennek a beruházásnak a költsége, hiszen ez teljes mértékben saját erőforrásból készítette az önkormányzat. Következő helyszínünk az Apci Gyöngyszem óvoda itt a Petőfi Sándor úton. Gondolom mindenki ismeri, hiszen vagy ő, vagy pedig a gyermeke járt ide, vagy jár ide. Itt azért vagyunk, mert szintén a Magyar Falu program keretében 4,5 millió forintért meg fog újulni ez a játszóudvar, amely most elég sivárnak tűnik, de sajnos tőlünk független okok miatt a kivitelező csúszik a játékok leszállításával. Ígérete szerint augusztusban mindenképpen fel lesznek állítva az új udvari játékok. Ebben a gödörben, mint látható, majd egy 2-tornyos játszóvár lesz felépítve, egy másik kisebb, ahol elő van készítve a talaj, ott majd hinta lesz elhelyezve, illetve különböző apróbb gyermekjátékok lesznek majd. Ami látható most, hogy itt ki van szedve a talaj, ez azért van, mert amikor a játékok be lesznek helyezve a helyükre, akkor betonozást kap, és erre megy majd a ütéscsillapító talaj, amely a várnál 6 cm-es gumilapokból fog állni, illetve a hintánál majd 4 cm-es gumilapok lesznek elhelyezve, így fogja megkapni a végleges engedélyt a játszóudvar.
és akiknek még esetleg ismerős, látható, ott a sarokban volt egy régi emésztő, gödör és egyéb olyan dolgok, amik az udvarnak a területét csökkentették, ezeket elbontottuk, és bízom benne, hogy az ősszel most már a gyerekek teljes mértékben át tudják venni az új játszóudvart.